egy intézményfejlesztési lehetőséget is elindítottunk. Elkezdtük a leromlott orvosi rendelőinket, házi orvosi rendelőinket felújítani. Sikerült is 2007-2008-tól egészen 2019-ig mind a 12 orvosi rendelőt teljes mértékben felújítani és átadni, majd pedig elkezdtük a szakorvosi rendelőintézetet. Majdnem 3 milliárdos európai pályázattal meg tudtuk építeni az új szárnyát a szakorvosi rendelőintézetnek, ez 2800 négyzetméter új épületet jelentett, ami természetesen a legmodernebb műszerekkel lett berendezve, majd pedig rá 2-3 évre, míg a régi szárnyat is teljes mértékben fel tudtuk újítani. Tehát most több mint 1 millió orvos-beteg találkozó van ebben a szakorvosi rendelőintézetben, és lényegében egy kis kórházként működik, hiszen van úgynevezett sürgősségi szolgáltatása is, és van úgynevezett egynapos sebészete is. A legfontosabb az embereknek, hogy egészség legyen, hogy az egészséges lehetőségeket tudjuk biztosítani.